Csodálatos titkok. Iván. Kedves naplóm! Ma tesi óra után összefutottam Ivánnal az öltözőben. Szegény nagyon magányosnak és szomorúnak látszott. Elmesélte, hogy mennyire megbánta, hogy félénkségében nem nevezett be az iskolai költészetversenyre. Pedig a kedvenc együttesére, a zombi fejtörők koncertjére nyerhetett volna két jegyet, amire meg akarta hívni Milent. Hát nem, cuki! Mondtam neki, hogy nevezzem be a következőre, de teljesen elment a kedve tőle. Nem vagyok a szavak mestere és kész. Tényleg ritkán hallani a hangját, és a kinézete is inkább az iskolai bajkeverőkre emlékeztet, pedig nem az. És szörny maradt. De aki közelebbről ismeri, tudja, hogy egy kedves, jófej srác. És amikor Milennel van, bárki láthatja, hogy milyen szelíd és rendes. És ami azt illeti, elolvastam néhány versét, és egészen jó tolla van. Akár híres is lehetne vele. Mindössze el kell indítani a jó irányba. Tudom már! Összehozok egy találkát közte és a gitáros Jackie Stone között. Ki tudja, talán Jackie Stone-nak úgy megtetszenek Iván versei, hogy dalba foglalja őket. Már hívom is Jackedet. Iván akkorát fog nézni, ha megtudja. Majd neked is elmondom. Egyelőre ennyit, kedves naplóm.